ijedtem egy kicsit. Akkor kezdjük el a mémes videót. Mi van? A mémes videót. Mém. Na, csináljuk, hogy nem szeretném. Jó, először magyarázd el nekem egy kicsit. Jó, szóval a mémek azok, és azokat szokták így megnézni, és reagálni rá. De nem tudom, ez milyen nyelvű? Na, csináljuk, jó, jó, Mémek. Mémek. Jó, elmagyarázd, hogy mik a mémek. Most magyarázd el nekem, hogy mi az, hogy mém. Jó, inkább. Hát jó, de én nem fogom tudni, hogy miről van szó. Szóval, sziasztok, én ma... Várj, mint a hiányozó innen. Várj, ide hozom. Na, sziasztok, én Balázs vagyok. Sziasztok, én Benedek vagyok. Várj, már nem vagyok színházik innen. Every Productions, tudod, vágottam. Én Erika vagyok. Az mi? Ami rád? Azt inkább elviszem innen. Uff! Szóval szerintem csettintsünk egyet, és Kamila ide fog ugorni. Jó, itt vagy valahol ide fog. Tényleg, Kamila nincs itt. Na, Matt? Aha. Csettints te is akkor. Nem tudok. 3, 2, 1. Itt van Kamilla. Ő hiányzott éppen. Oké, nem? Ja. Sziasztok, én Balázs vagyok, és ez itt az RB Productions. Sziasztok, én Benedek vagyok, és ez itt az RB Productions. Sziasztok, én Kamilla vagyok, és ez az RB Productions. És a mai napon, today, reagálni fogunk a mémekre, amit Erik Production-ök csináltak nekünk. Igen. Balázs nagyon ezen nem magyarázta nekem, hogy mi az, hogy mémek. Mémek. Szóval többet sorolok fel egyszerre, mivel az egyes számban nem magyarázta rá, hogy mit jelent. Szóval... Figyelj, még messze az iskola, a nyelvtől még hanyagoljuk egy kicsit, jó? Oké. Legelsőnek fogunk reagálni az émeres mémekre. 4 mém jött összesen Nagy Eliánától a gmailünkről, a gmail információs oldalunkról. Köszönjük szépen neki, igen. És kövessétek be, nézzük el. Igen, kövessétek be. Szóval a legelső mém az rólam szól. Igazából mindannyian hámon rajta vagyunk, de mindegy, hogy róla szól-e vagy nem. De viszont a mozdulatot azt én csinálom. Értem. És éppen a hasznos kütyük videót csináltuk meg. Igen. És pont az állványjal vakaróztam, és amikor odaírta, hogy ilyen, amikor Benedek hirtelen elmegy a nyugalom szigetére. Milyen fejem van. Erre a következő. Ez nagyon jó lett. Ilyen, amikor Kamilla álmodozik. Én amikor a Balázs azt hiszi, hogy az a dolog finom, és kiderül, hogy mégsem. Én nem értem, hogy mit mond. Menedek, miről beszél? Figyelj már, hogy tényleg. Mi van? Nem tudom. Én sem. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Nagyon jó volt. Nagyon vicces volt. Igen. Következzen is a következő, ami... Ez az egyetlen egy, valamint ez az egy jött e-mailem. És nézzük meg a következőt, következőket, amik Instagramon egy külön oldallal töltöttétek fel, létrehoztatok egy külön oldalt Instagramon, és oda töltöttétek fel a mémeket, valamelyiknek Elbrusons vannak a neve, mémek, igen. Szóval nézzük is meg őket. Az eviproductions.fanok oldalon nézzük meg a mémeket. Kövessétetek. Igen. A fejed, amikor felfogod, hogy itt a nyár. Hát figyelj, ez nagyon jó mém lett, de nem tudom, 2,5 hét van az iskolában. Hát, ez nagyon jó lett. A Kamilla szótár új szava villámvasút. De Kamillának hát, a fejét nézzétek közben. Hát, mit mondtam most rosszul? Mi van? Faszra, igen. Villámvasút. Amikor egy hátára fordul, teknő szeretné eljátszani. Ez nem tudom. De hogy nem, jó lett. Nagyon jó lett.
Hát igen, öcsi nagyon mászkál, most nincs itt, nincs itt. Mit nézel, Buzz plusz? Nálunk ilyen a bulik? Oké. Okay. Akkor ott egy pók, de te félsz tőle és sikítasz. Hajamat bemutatta, hajamat bemutatta. Akkor így voltál. Várjál már, látok már egy kicsit. Mi a van? Kamion felvonulás van a háttérben, a dudahangok ezek, szóval lepődjetek meg. Itt meg mém felvonulás van. Igen, szóval lehet, hogy ott meg innen volt ide oldi bán. Igen. Jó, ja, a Buzz-Spencer-es filmben volt még ez ilyen. Hogy... Neked mélyen van hangod, te kérdezik. Én kapogok? Te... Na, várjál, hogy volt. Neked te, te mondtasz, hogy kezeket fel, neked mélyebb a hangod. Igen. Neked mélyebb a hangod, te mondtasz, hogy citromsört kérsz. Rabló támadás, kezeket fel. Jobb, ha te mondod, a te hangod mélyebb. Na. Mikor meglátod az exet a legjobb haveroddal, elgondolkozol, mivel jobb, mint ha már nem azért, de sok minden. Amikor egy majomra akarsz hasonlítani. Elvitt, várj! Tud videóz, 100 feliratkozó. Visszatekintés videó. Visszatekintés. Most visszatekintünk arra a videóra. Amikor magyarázod a tesó, de téged nem nagyon érdekel. De én... Köszi. De nem így volt. Hát, hurrá, leszartam, inkább úgy volt. Amikor elmagyarázod neki, hogy a tesóital nem kezdhet. Amikor a buliba voltál a haverokkal és túl sokat ittál. Benne a háttérbe. Na, mint a mama. És a valóságban. Ú, az milyen videó, a comedy horror. Hát, ez nagyon az van. Amikor szarasul is evéd, és otthon találtuk egy kis kaját. A nyak! Amikor felelés előtt megpróbálsz a lehető legtermészetesebben viselkedni, hogy ne téged válaszol a találkozni. Ez papon ilyen pár alkalom, úgy tényleg. Az érzés, amikor megdicsérek, egy olyan dologért, ami... Ez jó, ez nagyon jó. Amikor a kiszemelted a barátnőjével lóg. Kamilla! Kamilla! Szóval ennyi is volt a mém sorozat. Szerintem sok volt. Amúgy szerintem is. Pont elég volt egy ilyen videóhoz. De csináltok még többet is, reagálni fogunk. Nincs megállás, ugyanis tölleszve mindenféle, akár egy blogba is reagálhatunk rá. De külön videóban is, hogyha annyi összegyűlik, akkor valószínűleg akkor egy külön videóban fogunk reagálni, de viszont vlogban is fogunk, hogyha nincs annyi időt. Most ennyi gyűlt össze, most az összeset elmondtuk. Igen. Köszönjük szépen. Köszönjük. Nagyon tetszettek. És kövessétek mindegyiket. Igen, az összes mémek oldalt keressétek rájuk. Leírásban mindegyiknek a neve. Igen. Ennyi volt az a videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot. És iratkozzatok fel. És nézzetek szét a csatornánkat, mert érdekes, érdekes témák található rajta. Igen, és videók. És érdekes vlogok. Holnap is készülünk nektek egy vloggal. Addig is sziasztok. Hello. Sziasztok. Tánc.